kedvenc projektet, ha visszaemlékszel? Kedvenc projektem kettő volt, az egyik a diplomamunkám volt, a BL diplomamunkám, a másik kedvenc projektem az pedig nem egy egyetemi feladathoz kapcsolódott, hanem egy kicsit túlbuzgó módon én a második fél évenben megkérdeztem azt itt teljesen félve, hogy szabad-e szabad projekteket, tehát hogy általunk kitalált projekteket véghez vinni a METU-n, és akkor a tanárok is le voltak róla döbbenve, hogy miért ne lehetne, persze, hogy szabad, és nekem az volt a kedvenc projektem, amit így magamtól kitaláltam, és akkor ezt így végigvittem. És ugyanúgy bemutattam a kipakoláson az elkészült művet. Úgy tudom, hogy mielőtt a METU-t választottál, te jártál nyílt napon. Igen. Van valami specifikus emléked, ami nagyon megragadt a nyílt napról? Amikor lehetett kérdezni, akkor én voltam az első, aki feltettem egy kérdést. Szerintem, ha én nem kérdeztem volna, akkor senki nem kérdezett volna. És akkor utána még föltettek páran kérdéseket, de akkor volt egy ilyen elkapott pillanat, amikor szembenéztem az egyik tanárral, és utána ő lett a BA diplomamunkámnak a konzulense és témavezetője, illetve most az MA-n is ő a témavezetőm. Tehát, hogy ez egy ilyen, ilyen sorsszerű pillanat volt. Milyen kapcsolatépítési lehetőségeket rejt magában a METU? Nekem a mentoraim közül többen is ajánlottak továbbtanulási, illetve mentorálási lehetőséget szakmán belül, illetve szakmán kívül is. Én itt tudtam elhelyezkedni például az első munkahelyemen a BA alatt, hogy az egyik szaktanárom, mentorom ajánlott engem egy helyre, ahova föl is vettek. Arra is tudok egyébként példát mondani, hogy amikor én elkezdtem vállalkozásépítésen gondolkodni, akkor nekem ugyanúgy a METU-s hallgatótársaim közül kerültek ki az első munkatársaim, ugyanígy hívtam más fotósokat, vagy grafikusokat, vagy pedig divattervezőket, hogy jöjjenek és segítsenek nekem egy-egy munka kapcsán. Tehát, hogy lényegében a METU-s diákok közül tudtam kiválasztani a későbbi kollégáimat, vagy pedig olyan szakembereket, akiknek a tudására szükségem volt egy-egy munkának az elvégzéséhez. Nálatok hogyan valósul meg a gyakorlatisága a képzésnek? Nálunk külön van osztva, tehát vannak gyakorlati órák, illetve elméleti órák. A gyakorlati órákban szintén tanulunk elméletet, viszont ott egyből alkalmazzuk is őket. Tehát, hogy attól gyakorlati, hogy bent vagyunk egy fotóműteremben, egy fotóstúdióban, és bármi, ami elhangzik az óra első harmadában, azt utána a második harmadában ki is tudjuk próbálni. Így egyébként sokkal jobban rögzül a tudás, illetve látjuk is azt a gyakorlatban, hogy amiről eddig szó volt, az hogyan is manifesztálódik itt előttünk, illetve milyen hibákat tudunk vele elkövetni, hogyha rosszul használjuk mondjuk a vakút, vagy bármelyik fényterelőt. Tudsz esetleg példát mondani arra, hogy hogyan viszonyulnak az oktatók az esetleges baklövésekhez, hibákhoz? Volt egy ilyen vicces, vagy viccesebb jelenet, amikor a diák azt hitte, hogy vagy hallgató azt hitte, hogy hibázott. Benn voltunk a stúdióban, nem órai kereteken belül, hanem ugye feladatot oldottunk meg magunktól, és az egyik fejgenerátoros vakunak kiégett a beállító izzója. De hát ugye amikor az kiég, annak van egy ilyen pukkanó hangja. És a hallgató azt hitte, hogy ő most tönkretette ezt a közel 600 ezer forintos szerkezetet, holott csak egy beállító izzó égett ki benne, ami hozzátartozik az amortizációjához az eszköznek. Aznap semmit nem csináltunk, mert mindenki remegett az idegességtől, hogy tönkretettük az iskolai eszközt, illetve a lány is elkezdett sírni, hogy úristen, most nem fog levizsgázni, meg ezt neki kell kifizetni, de természetesen nem lett ennek semmi következménye. Tehát mondták az oktatók, hogy ez megesik, legközelebb inkább csak hívjatok fel minket, és akkor adunk nektek egy másikat. Tehát, hogy ilyen végzetes hibák nincsenek, amiket el tudnak követni egy hallgató, viszont ahhoz meg igenis hozzászoktatják akár feladatok kapcsán, hogy ismerje be a hibáit, tanuljon belőlük, és formálja előnyére azt is, hogyha netán egy feladat megoldása során elbukik valamiben.